horgásztál már folyóvizen nyárfa virágzás idején? Ugye milyen kemény feladat? Szerintem sok horgász, ha ilyenkor belefut egy ilyen kellemetlen élménybe, lehet, hogy többet nem is megy ki horgászni májusban vagy június elején, mert bizony eléggé elrettentő tud lenni, amikor megrakódik el a zsinorunk, leszedni nem tudjuk, gyűrűk közé nem tudjuk betekerni, és állunk ott és várjuk, hogy most mi is fog történni. Erre szeretnék adni ebbe a videóba egy jó kis tippet, nekem ez nagyon jó bejött, főleg az ilyen sekélyebb folyóvizeken, mint ahol most is horgászom, ahol nagyon hosszasan felfeszik a zsinor a víz tetején, és a folyás szépen lassan hozza rá, és csak rakódik rajta az anyag. Mutatom is, miről lenne szó. Ebben a sok úszadékban, levelek között látszódik, hogy ez a nyálkás falami akar lenni a nyárfa virága, de nyugodtan hívhatjuk nyári hóesésnek is, mert májusban, júniusban nagyjából pont úgy néz ki, mint amikor szélben havazna. Nagyon bosszantó, mert ha végre megakasztjuk életünk halát, és végre ott van a horgon az a hal, amire eddig vágytunk, egyszerűen képtelenség lesz behúzni a zsinort a gyűrűkön keresztül, mert még a nagyobb gyűrűkkel rendelkező boldisbotok is nagyon hamar elbírnak fel tömődni. Féderbotokról ne is beszéljünk. Erre nekem van egy nagyon jó megoldásom, amit ellenben nem erre találtak ki, viszont nagyon jó szuper ellen itt is. Ez egy zsinoros ijesztő nehezék, de nem a hagyományos típusok közül. Ellenben ezt arra használják a horgászok, hogy ahol nagy a csónakos forgalom, vagy a úszadék, ami általában növényeket jelent, akkor elsüllyesztik vele a zsinort, és akkor ez így mind elhalad a főzsinor felett, és nyugodtan hagy minket horgászni. Viszont hogyha nyárfa virágzásban is ezt használjuk, akkor ki tudjuk kerülni, hogy teljesen merrakodjon a főzsinorunk. Nem mondom, hogy ilyenkor nem lesz egy-egy darab a főzsinoron, ez tévedés, de viszont bőven úgy mondom, hogy emészhető mennyiségű lesz. A zsinort fel lehet tekerni az orsóra, van esély halat fárasztani. Szerintem itt, ebben a helyzetben ez is nagy szó. A Carp Academy Backlead zsinoros ijesztő annyiban különbözik a piacon kapható más hasonló típusoktól, hogy ez a bevágást követően leesik a főzsinorról, ezáltal elhagyjuk a nehezéket, ami nem zavarja a fárasztást, sokkal kevesebb esélye lesz annak, hogy leverje a nagyobb súlyú ólom a halat a horogról. A zsinoros ijesztő áll egy ilyen kis multifunkcionális műanyag létrából és magából a nehezékből. Első lépésként ezt a létrát kell rögzíteni. Én általában az elektromos kapásjelző alatt szoktam az itt kialakított lukon, de ha nem szeretnénk itt, mert úgy gondoljuk, hogy a swinger már is sok helyet elfog, akkor egy gyors kötegelő segítségével bármelyikünknél fogva hozzáfoghatjuk a kereszttartóhoz is, akár a rodpodon, akár sima leszóró esetében is. Ha ez megtörtént, letekerjük a szükséges hosszúságot, általában ez több méter, ezért is nagyon jó, hogy ilyen nagyon színes és vastag zsinorra van kötve, mert mi sötétben is jól látjuk, hogy merre áll a fő zsinor, még ha nem is színes zsinort használunk, akkor is. Ha megvan a hosszúság, akkor beakasztjuk az erre kialakított kis fülbe, ez meggátolja, hogy a további zsinór lepörögjön erről a kis létráról. Bedobjuk a szereléket, és a főzsinórba egyszerűen ráakasztjuk, ennek is kaposnál fogva. Visszazárjuk egy laza mozdulattal, és ez bevágáskor minden esetben, hogyha feszesen áll ez a zsinór, le fog esni róla, ahogy mondtam is, nem fog zavarni minket a fárasztás folyamán. Három méretben érhető el, 57, 85 és 113 g-os súlyokkal. Én általában ezt a középsőt használom, a 85 g-osat, ez már kellően nagy nehezék ahhoz, hogy biztosan a fenék közelbe tartsa a főzsinort. Ha szeretnétek magatokat megkímélni rengeteg felesleges szenvedéstől és idegeskedéstől, és még sorolhatnák ide nagyjából 100 darab jelzőt, ami stimmelne, akkor én azt mondom, hogy semmiképpen se hagyjátok ki ezt az időszakot. Hiszen május-júniusú hónapról van szó, ami talán az év egyik legszebb horgász időszaka. A hal eszik, az időjárás tökéletes, kint kell lenni a vízparton. De csak ezzel a zsinoros ijesztővel.